Két nap, két meccs. A Ferencváros után hétfőn az Újpest gárdája látogat Dunaújvárosba. A papírforma szerint nem okozhat nagy meglepetést a tabella utolsó helyén szerénykedő csapat az éllovas Acélbikáknak. Sajnos a hosszú győzelmi széria megtört ugyan, de kezdheti előről Stefan Lund gárdája a győzelmek gyűjtögetését. A tabella állásán a Miskolc elleni vereség sem változtat, továbbra is magabiztos, 10 pontos fölénnyel vezeti a Dunaújvárosi alakulat a Molliga alapszakaszát. Az UTA elleni összecsapás hétfőn délután 6 órakor kezdődik a Dunaújvárosi jégcsarnokban.